Szeretném megköszönni Varga Tibornak a felkérést, hogy itt lehetek és előadást tarthatok Széchenyi Pál mumiájának a kutatásából, illetve magáról Széchenyi Pál életéről is egy kis rövid összefoglaló szösszenetet. Nagy tisztelője vagyok Varga Tibornak, az előadásait már nagyon régóta ismerem. Szerencsére volt alkalmam találkozni is vele, és hát egy remélhetőleg egy remek kollégális viszony kialakul közöttünk, aminek az alapjai megvannak. Varga Tibornak az előadásai, illetve a régi új szemlélet, én nem is azt mondom, hogy új szemléletet, hanem inkább visszahelyezi a régi alapokra a magyar történelmet, az a Széchenyi Pál kiállításban is megjelenik, tehát nem maradt hatás nélkül az ő munkássága, szerencsére, én úgy gondolom. 2007-ben kezdtem el foglalkozni Széchenyi Pál érseknek a mumiájával. Ugye a nagyszenki mumiáról mindenki hallott. Hallott? Mindenki látta a nagyszenki mumiát? Nem? Nagyszerű, mert akkor Győrben még nagyobb tapasztalatot lehet róla szerezni, ugyanis egy kiállítás keretében sikerült ezt a munkát, ezt a nagy horderejű munkát feldolgozni, és egy nagyon igényes kiállításban a közönség elé tárni. Hát inkább azt mondom, 2006-ban kezdtem el foglalkozni ezzel a mumiával, antropológusként, akkor kezdtem el szervezni ennek a kutatását, ugyanis nem volt bizonyíték arra, hogy Széchenyi Pál most mesterséges vagy természetes múmia. Mi a különbség a mesterséges és a természetes múmia között? Ezt mindenki tisztában van vele, ismerik? Tehát a mesterséges múmia az, amikor emberi beavatkozásnak köszönhetően marad meg egy test. Lásd, azért főként az egyiptomi múmiák ugranak be ilyenkor. A természetes múmia pedig, hogy a természet különböző hatásainak következtében marad meg a test kiváló állapotban. Ez lehet például a jégmúmia, lásd Ötzi, lápi múmiák, sivatagban lévő kiszáradt maradványok, vagy akár Magyarországon a kriptáknak nagyon jó hatása van arra, hogy hamarabb szárad ki a test, mint ahogy a természet, tehát a mikrobiológiai hatásoknak következtében lebomlana a szervezet, a holt szervezet. De Széchenyi Pál mumiájával kapcsolatban az egyik irodalom azt mondta, hogy ez mesterséges mumia, a másik, hogy természetes. És hát antropológusként azért úgy az ember kíváncsi, hogy akkor most természetes vagy mesterséges, mert azért nem mindegy számunkra. És elkezdtem, először is engedélyt kellett kérnem, mind a Széchenyi családtól, az akkori szenyortól, Széchenyi Antaltól, illetve a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottságtól, mivel a nagyszenki mauzóleum, ahol a test van, az államilag védett, illetve a Győri megyés püspökről, mivel hát egy főpapról van szó, és a Győri Egyházmegyében nyugszik a holtteste. Most nem volt egyszerű megkapni az engedélyeket, végül több közbenjárásnak köszönhetően sikerült minden helyről megszerezni, aminek én nagyon-nagyon örültem. Egyetlen egy apró hibácska volt az egész történetben, hogy csupán egyetlen egy napra kaptunk engedélyt arra, hogy a testet elmozdíthassuk. Most normális esetben egy mumjának a vizsgálata heteket, vagy akár hónapokat is igénybe vehet, mivel nagyon sok vizsgálaton esik át a test. Sok helyre kell vinni, sok kutatóval kell beszélni, hogy az adott szakember ott legyen a megfelelő helyen. Gyakorlatilag időpontokat kell kérni a vizsgálatokra. Most nekünk egyetlen egy napunk volt erre, Nagyszenkről, és ugye Nagyszenken azért nem egy olyan város, nem egy olyan község, ahol mondjuk egy multi-slice CT csak úgy elérhető lenne, úgyhogy a legmodernebb technikát kellett igénybe venni, az pedig akkor Budapesten volt az a CT, ami akkor a legmodernebbnek számított Magyarországon, úgyhogy a vizsgálatoknak a nagy részét, tehát jelzem az adatrögzítést, erre az egy napra kellett fókuszálni. El kellett érni, hogy körülbelül 20 kutató a megfelelő időben, a megfelelő helyen legyen. Tehát Nagyszenk, Budapest, Budapesten több helyszín, Győr. Győrben is történtek vizsgálatok, majd vissza Nagyszenkre. Tehát ez egy nagyon szép logisztikai bravúr volt. Nagyon izgultam az egész vizsgálat sorozat alatt, hogy minden surlódásmentesen megtörténjen, illetve a család kérésének megfelelően
egy katolikus papnak is jelen kellett lennie, főpapról lévén szó, a Széchenyi család vallásos család, így érthető volt a kívánságuk, amit nagyon örömmel is teljesítettem, és akkor Lukácsi Zoltán atyát kérték fel, a Győri Hittudományi Főiskola mostani rektorát, hogy kísérje végig Széchenyi pár testét, és a katolikus etika szabályai szerint történjen minden. Most Zoltán atyának a személye az nem, hogy zavarulak hatott volna, hanem által egy nagyon magasztos légkörben tudtunk vizsgálni, ami olyan belső kapcsolatot alakított ki, mint Széchenyi Pállal, mind a kutatókkal, mint egyébként a katolikus egyházzal Zoltán atya révén, hogy azóta például Szent László kutatásánál, Asztrik érseknek a vizsgálatainál, ugye, aki a koronát hozza Istvánnak, Zoltán atya mindig ott van velünk. Bárhova megyünk szenteket vizsgálni, vagy emberi főpapi maradványokkal Zoltán atya mindig jön. És hát végülis ez az egy nap indította el azt a rengeteg adatmennyiséget, aminek az éveken keresztül történt a feldolgozása. Tehát ahogy említettem, kb. Egy 20 kutatót sikerült akkor megnyerni ennek a munkának. Most már ez a szám felduzzadt több mint 50-re, tehát most már több mint 50 kutató és művész foglalkozik Széchenyi Pál személyével, ami számomra hihetetlen nagy öröm, hiszen egy olyan némasságot törtünk át, ami tényleg lehet mondani, hogy egy évszázadon keresztül Széchenyi Pál körül sajnos őt így a homályba taszítottam, méltatlanul elfeledték ezt a főpapot, és végül megszületett ez a könyv, ez a Széchenyi Pál kutatásnak, illetve a történeti feldolgozásnak az összefoglalója, ez már egy bővített kiadás, amit szintén majd meg lehet vásárolni a győri kiállításon. Na most, a Széchenyi Pál kutatás nagyon összetett program volt, tehát nem csak antropológia, nem csak orvostudomány, hanem műszaki tudományt bevontunk művészettörténészeket, történészeket, néprajzkutatókat, tehát egy nagyon-nagyon széleskörű, átfogó, komplex kutatásra kerül sor. A múmiájának a vizsgálatairól rá fogok térni azonnal, de előbb levetítenék egy kis filmet, ami végül is bevezetést ad Széchenyi Pálnak az a történetébe. És méghozzá ezt egy olyan személyen keresztül, aki abszolút érintett Széchenyi Pál személyében, ez pedig Széchenyi Krisztián gróf, egy ifjú leszármazott, Széchenyi Ferencnek ugye a Magyar Nemzeti Múzeum alapítójának a hatodik generációs leszármazottja, aki hál' Istennek itt él Magyarországon, nem azon Széchenyiek közé tartozik, aki elhagyta az országot ugye a vészkorszak alatt, hogy a kommunisták kitelepítő akciója következtében, hanem az ő családja végig szenvedte ezt a szörnyű időszakot. És ő most itt él közöttünk táncművészként, és ő beszél Széchenyi Pálról. Ja, igen. Lehet hallani? Én magam 9. generációs leszármazottja vagyok Széchenyi György kapitánynak, aki a család grófi rangjának a megalapozója volt, és ő szerezte meg a grófi címet a családomnak. Széchenyi György kapitány, Pál érsek öccse és a család hatalmát megalapozó Györgyi érsek unokaöccse volt. Széchenyi György kapitány dédunokája volt Széchenyi Ferenc, nemzeti intézményeink alapítója Széchenyi István édesapja. Széchenyi Ferenc fia volt Széchenyi Pál alezredes, akinek az ágából én származom. Ő a nevét Széchenyi Pál érsek tiszteletére kapta. Ezen az ágon egyébként több családtag is megkapta ugye ezt a nevet a későbbiekben. Széchenyi Pál egyik fia szintén Pál volt, földművelési, ipar és kereskedelmi miniszter. Az ő fia Emir koronaőr, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, és az ő dédunokája vagyok én. Széchenyi Pál 1645-től 1710-ig élt. Pálos szerzetes, győri nagyprépost, veszprémi püspök és kalocsai érsek volt.
legjelentősebb történelmi szerepét diplomataként a Rákóczi Szabadságharc első éveinek békeközvetítőjeként játszotta. 1710. május 22-én halt meg Sopronban a Szent György utca 16 szám alatti házában. A későbbi tulajdonosokról erdődi palotaként ismert épület 1701-től majd 100 évig a Széchenyi család birtokában volt. Széchenyi pártestét mesterségesen mumifikálták, hogy ne induljon bomlásnak a későbbi ünnepélyes temetésig, amelyre egy hónappal később, június 22-én került sor. Végrendeletének megfelelően Sopron bánfalván a Pálos templom kriptájában helyezték végső nyugalomba. Széchenyi Pál újratemetésének előzménye az 1809. évi francia megszállás volt, amikor is a francia katonák feldúlták Sopron bánfalmi kriptát. Széchenyi Ferenc ekkor döntött úgy, hogy a majd 100 éve nyugvó testet átszállítatja az ekkor kialakított nagycenki mauzóleumba. A koporsót 1811. október 25-én szállították át Nagycenkre. A menethez a dísz kíséretet Albert Kázmér szárteseni herceg katonái adták. A szertartást Vilt József győri püspök vezényelte le. Jelen volt a család számos tagja az újratemetésen. Több mint 200 éve már, hogy Napóleon hada magyar földre jött háborút vívni. Az élőket sanyargatva, a holtak nyugalmát megbolygatva vonult tovább Európát legyőzni. Sopron bánfalva, a pálosok egykori temploma, borongó tanú a kiégett hegyormán. Szerzetes, főpap és hazafi, Széchenyi Pál érsek. Őt rejtette eddig az Ódon kripta mélye. Két esztendő teltével Széchenyi Ferenc, az államférfi, a kiváló jellem, elvitte szeretett, tisztelt halottját méltóságban, becsületben. Óvatos féltőkezek emelték a koporsót, melyben az áldott test nyugodott. Szerzetes, főpap, hazafi, Széchenyi Pál érsek. A család, a nemzet, a jövő dicsősége. Királyi testőrök sorfalával halad a gyászmenet Cenkre. Jobbágyok, nemesek, főpapok együtt hajolnak most térdre. A családi kripta első nagy halottja szenteli a falakat, megmaradt teste őrzője és emlékeztetője a magyar fundamentumnak. Hűség, jámborság, buzgóság, engedelmesség, bátorság. Igaz szív, igaz lélek. Istenért élni, hazáért halni. Magyarként Krisztusban feltámadni. Széchenyiek fénykora. Egy szív, egy lélek. Bennük testesült a Szent Korona eszménye. Magyar lét, magyar nemzet. A felajánlott nemzet. A szűzanya engesztelő népe, mely nem csak az élőkből áll, hanem alkotója holtak, és a még meg sem születettek. Istenért élni, hazáért halni, magyarként Krisztusban feltámadni. Hát, ahogy láthatták, azért ez egy tényleg egy összetett munka. A Széchenyi Krisztián gróf azért most már elmondta ebbe a kis összefoglalóba, hogy Széchenyi Pálnak a múmiája egy mesterséges múmia, ezt a vizsgálataink derítették ki. Tehát mi nyújtottunk először természettudományos bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy itt nem egy természetes múmiáról van szó, tehát nem a környezetnek a hatásáról, hanem bizony-bizony emberi beavatkozásnak köszönhetően maradt meg a teste. Na most szintén elmondja Krisztián gróf, hogy erre azért volt szükség, mivel a halál és a temetés között nem kevés idő telt el, több mint egy hónap. És ez látva az adatokat, illetve az újabb feltáró munkákat, elmondható, hogy a barokk korban, és szerintem ezt megelőzően is, Szent Istvánnál és Szent Lászlónál is ez lehetett a helyzet,
a halál és a temetés között eltelt hosszú idő indikálta azt, hogy a testet valamilyen módon de tartósítsák. Ez különböző technikákkal történt, ez a barokk korban is különböző technikákat használtak. Széchenyi Pálnál egy egészen különleges módszertani eljárást alkalmaztak az eljárók. Ilyet még nem is láttunk egyébként, tehát azért normál esetben, ugye mire gondolhatunk, hogy megnyitják a koponyatetőt, kiveszik az agyat, tehát mindenféleképpen valami olyan eljárást alkalmaznak, ami invazív, tehát sérülést okoz. Vagy még hol lehet az agyat kivenni? Ugye az orron keresztül pontosan, mint ahogy az egyiptomiaknál is történt. Most Széchenyi Pál esetében az agynak az eltávolítása megtörtént, de nagyon precíz és nagyon finom módon. Tehát a koponyatetőt nem nyitották meg, az orrjáratokat, tehát az orrnak a belső kis csontocskái szerkezete teljesen érintetlenek, a szemnyílásnál és a fülnél is teljesen épek a csontocskák, az agy mégis hiányzik. Nagy feladat elő állított minket, hogy akkor most hol is szedhették ki az agyat. Hát maradt kizárásos alapon az öreg lyuk, ugye a csigolya és a koponyának a találkozásánál. Viszont azt el kell mondani, hogy az, aki csinálta, az biztos, hogy ismerte az anatómiát, mert például a gégeporc, ami, hogyha előrehajtják a fejet ilyenkor és kicsit erősebben, akkor az nagyon gyorsan eltörik, vagy megszalad az eszköz, akkor is nagyon gyorsan tud törni, ezek ilyen kis finom kis részletek. És a gégeporc is teljesen épp volt, az öreg lyuknak a szélei is tökéletes épségben maradtak meg, tehát tényleg elmondható, hogy aki végezte ezt az eljárást, ezt a beavatkozást, aznak ismernie kellett az anatómiát. Viszont nem törekedtek arra, hogy tökéletesen maradjon meg a test, ezért következhetett be az, hogy még például egy jó megtartású mumiát egy ember is nagyon könnyen fel tud emelni és mozgatni, és teljesen olyan stabil, mint egy deszka, tehát olyan állapota is van. Széchenyi Pált 6-an kellett, hogy megemeljük, mert nagyon instabil volt a gerince. Amit lehet látni a mumián, hogy az arca, a keze, a lábfeje az nagyon jó megtartású, tényleg nagyon jó, viszont a törzse az inog mozog. A hasfal, nem is a hasfalon keresztül szedték ki a belszerveket, hanem oldalt vágták fel, ez is teljesen szokatlan volt. Nem egyszerű eljárás ott benyúlni, ott a rekeszizmus széthúzni, onnét kiszedni a belszerveket. Tehát nagyon-nagyon bonyolult megoldást választott, a tag viszont nagyon diszkrét volt. Mert nem szembetűnő a beavatkozás, sem ugye itt a hasfalnál, sem pedig a koponyánál. Tehát nem volt szembetűnő ez a beavatkozás. Nagyon-nagyon nagy tisztelettel bántak Széchenyi Pálnak a holttestével 1710-ben. Egy másik püspöknél, egy 50-60 évvel korábban elhunyt győri püspöknél már lehet látni a koponya lékelést, tehát ott egy nagyon egyszerű megoldást választottak, amit egyébként most is alkalmaznak a bonctermekben. Széchenyi Pálnál nagyon odafigyeltek. Amit még meg akartunk tudni Széchenyi Pál kapcsán, és amiért elindítottuk ezt a nagy vizsgálatsorozatot, ugye az maga a halálának a körülményei, hogy az a mendemonda legenda járta, hogy Széchenyi Pált esetleg megmérgezték arzénnal a Rákóczi szabadságharcban betöltött békeközvetítői szerepe miatt. Na most az arzénnak van egy olyan hatása, tulajdonsága, hogy megmarad a szervezetben, hogyha az élő szervezet találkozik vele. Tehát akkor az lerakódik a szőrszálakban, hajban, illetve a körömben várható a felhalmozódás. Úgyhogy mi vettünk mintákat a körömből, hajból, szőrszálakból, és ebből azt tudtuk megállapítani, hogy nem arzénnyomát nem találtuk, hogy nem arzénnal mérgezték meg Széchenyi Pált, viszont a bőrfelszínről is szereztünk mintákat, ott viszont ki tudtuk mutatni az arzént, akkor ez mire mutathat rá? Hogy arzénnal tartósították a testet. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, izgalmas esetünk tárult elénk. Most az egész kutatásnak a felépítése az teljesen eltért egy megszokott antropológiai kutatásból. Antropológiai kutatásként indul, de ettől sokkal, de sokkal több lett. Mind a kötet, mind a kiállításunk ezt a nagyon-nagyon széles palettát próbálja a közönség elé tárni, illetve felhívni a figyelmet,
mert nagyon finom szimbólumokat rejtettünk be el. Ugye itt is az animációban, azért mi az, ami esetleg megragadta a figyelmüket? A szövegben. Varga Tibornak az előadásai azért visszaköszönnek az animációban. Ugye a szűzanya engesztelő népe, a felajánlott nemzet. Tehát ez nem véletlen. Hűség, jámborság, becsület, egy szív, egy lélek, igaz szív, igaz lélek. Ugye, amit azért sokszor hallanak Tibortól, azért itt is visszaköszön. És nem csak azért, hogy szajkózzam Tibort, meg azért, mert nagyon egyetértek a mondandójával, egyébként egyetértek vele, hanem valóban, tehát Széchenyi Pálnak a kutatása, az életének, az élettörténetének a megismerése ide vezetett el. És nem csak engem, hanem a többi kutatót is, tehát valamennyünket tényleg átformált ez az ember. És lehet azt mondani, hogy Széchenyi Pál, ugye szenteknek megvan az a tulajdonsága, nagyon jó tulajdonsága, hogy időn át is hatnak. Tehát nem csak a saját korukra vannak hatással, hanem időn át még formálják az embert. Ugyanezt tette velünk Széchenyi Pál is. Csak magamból indulok ki, és hagyd ma meséljek egy ilyen kis személyes történetet, hogy én ezt a kutatást nyakas kálvinistaként kezdtem el. Abszolút nyakas kálvinistaként, és 2015-ben eljutottam odáig, hogy katolizálok. Miatta? Miatta, mert az ő élettörténete, a szerzetesi élete, a magyar történelembe betöltött szerepe, a hazaszeretete, és az az erő, amit ő felmutatott, az összhangban van azzal, amiről Tibor is folyamatosan beszél, a szűzany engesztelő népéről, Magyarország küldetéséről, és így már érthető volt. Kálvinistaként nem minden érthető a magyar történelemben. Nem tudunk mit kezdeni a szűzanyával. Nem tudunk mit kezdeni vele. Tehát ahhoz tényleg katolikusként kell látni, hogy az emberbe ezek a kis dominók megfelelő helyre el tudjanak kerülni. És ez megtörtént Széchenyi Pállal. Úgyhogy nem vallást vált ilyenkor az ember, hanem visszatér az eredeti fundamentumra. Érdemes az ilyen embereknek az életét, az élettörténetét figyelni, mert nagy üzenete van a mai ember számára is, és történészekkel még most is nagy vitába keveredünk, nem kevés vitába. Ugye nagyon le tudják sarkítani a történelmet, vannak a kurucpártiak, most Rákóczi szabadságharcról beszél, a kurucpártiak meg a labancpártiak. Ugye folyamatosan csak ez van, és Széchenyi Pál nem, tehát Széchenyi Pál ott itt áll közöttük, és ő a magyar embert látja, a szenvedésüket. És míg Rákóczi a jövőt készíti elő, azt a jövőt, ami a magyar fundamentumra épül, a Habsburgok meg látják azt a kis 150 évet, amit itt regnáltak valameddig, Széchenyi Pál pedig látja az embert, a magyar ember szenvedését. És az a BKE közvetítői javaslat, amit ő 1704-ben letesz már az asztalra, 1704. januárjában felkéri őt első Lipót császár, hogy közvetítse akkor a békét, a béketárgyalásokat vezess, amit ő el is fogad. Egy-két hónapra rá már letesz egy javaslatot, amit akkor mindkét fél makacsul elutasít, mert neki nem volt jó. És bár úgy szokták jellemezni, hogy a közvetítői szerepe kudarcot vallott Széchenyi Pálnak, de ez nem igaz. Mert azok a javaslatok, amiket őt 1704-ben lerak az asztalra, az 1711-ben a szatmári békével realizálódik. Ott van, lehet látni, össze lehet hasonlítani. És hogyha akkor ez a két fél hallgat Széchenyi Pálra, akkor generációknak nem kellett volna elpusztulnia. Tényleg nem kellett volna elpusztulnia. És ami a történelem könyvekben egy-egy sor vagy egy fél mondat, abban hihetetlen emberi tragédiák húzódnak meg. Ez a veszprémi mészárlásnál sarkosodott ki a számunkra is.
Én is valóban egy fél mondatot, egy levél töredéket olvastam Veszprém pusztulásáról, mikor Széchenyi Pál volt Veszprém püspöke, tehát ő volt a földesúr, ő felelt a vidékért. És Heiszter császári tábornagynak a csapatai és a Rácz szabad csapatok a menlevél ellenére, amit Heiszter ad ki a város lakosainak, végtelen pusztítást követnek el. Mi tényleg történelemkönyvben ennyi, hogy Veszprémet felégették, Veszprém elpusztult, ennyi. És közben azt látjuk, hogy a halotti anyakönyvben, hogy a keresztelői anyakönyvben, ami az életről szól, ugye a keresztelői anyakönyv mindig az életről szól, az életet ünnepeljük. Oda kerül bejegyzésre, hogy kiszületett meg. A keresztelői anyakönyvben találhatjuk azt 1704. május 31-én, hogy Veszprém szerencsétlensége és pusztulása ezen a napon történt. És utána egy hétig semmi bejegyzés nincsen. Majd csak utána lesz újra egy bejegyzés egy születésről. Tehát hihetetlen tragédia történt akkor. Az egyik levelezés kéri tábornoknak a levelezése egy másik magyar főúrral, aki szintén a császári csapatokban szolgált, borzasztó eseménysorozatot írt le, aminek most a valóság tartalmát azért megvizsgáltuk, nem minden úgy történt, ahogy azt kéri leírja, viszont elmondható, hogy azok a részletek, amit Veszprémben vetít ki, az országban valóban megtörténtek. És ez a szerencsétlenség, amit akkor Veszprém átélt, az nem csak Veszprém szerencsétlensége volt, hanem az egész országé. Tehát tényleg hihetetlen embertömegeket mészároltak le, amiről mi készítettünk egy animációt, ez is a kiállításban szerepel, és ez az a momentum 1704, amikor Széchenyi Pál utána visszavonul a politikától, visszavonul mindenféle tevékenységtől, és Sopronba elköltözik. Itt megtört Széchenyi Pál, el lehet mondani, de ez a nap, ez a borzasztó nap, ezt én úgy gondolom, hogy ez számára a hit próbatétele volt. Mert Széchenyi Pál mindig hű maradt a királyhoz, a királynak tett esküjéhez. Bár sokan megkérdezhetnék, de hát miért, hiszen azért ezt elkövetni, erre engedélyt adni, vagy félrenézni és úgy hagyni, hogy ezek megtörténjenek, akkor miért is kell egy embernek hűségesnek maradnia ahhoz, aki ilyeneket elkövet? Én azt mondom, hogy Széchenyi Pálnak ez volt a legnagyobb ereje, a jámborsága. És az a hite, hogy a királyt meg tudja változtatni. Hogy az esküjére, amit a király megtette az esküjét, hogy erre rászorítsa. De a történelem ezt számára nem adta meg ezt a lehetőséget. Tulajdonképpen beleroppant ebbe a tragédiába, és 1710-ben majd nagybetegen ő meghal. Viszont nagyon szépen hal meg ő is. Nem úgy, mint azért a némelyik mostani emberek, hogy két kézzel kapaszkodik az életben, hanem ő is nagyon-nagyon szépen el tudott menni, akár csak Rákóczi, hogy a Tibor előadásaiból ezt hallottuk, ismerjük. Most megmutattam ezt a veszprémi mészárlást, ami mondom egy levélnek a feldolgozása, nem minden borzasztó részletet dolgoztunk fel, de azt hiszem, hogy vissza fogja adni azt a döbbenetet, amit mi is megéltünk. Clades et terribilis desolatio Vespriniensis facta est diatricesima prima idest ultima mai dies abbati. Veszprém szerencsétlensége és rettenetes pusztulása május 31-én, azaz utolsó napján, szombaton történt. Széchenyi Pál panaszlevele a császárhoz. Részletek. Legszentebb császári felség, Heiszter tábornagy megszegvén szavát, melyet előző napon a veszprémi káptalan részére adott, és megtörvén oltalomlevelének hitelét, melyet a város polgárainak kiszolgáltatott, német és rác katonáit a városra és kanonokok lakásaira bocsátani nem átallotta. Féktelen szabadságot engedvén azoknak, hogy az emberek ellen minden kor, nem és állapot különbség nélkül garázdálkodhassanak. Ezzel a ma katonaság oly iszonyatosan visszaélt, hogy nem csak a polgárok házai,
de még a székes templom is kifosztatott, s ennek minden kincse és egyházi fölszerelvénye elraboltatott, ám bár azok az elmúlt viszontagságos időkben századok óta gondosan megőriztettek. A kanonokok egész vagyonuktól megfosztattak, kivetkőztetve s megszégyenítve, házaikból kiüzettek, megverettek, barmok módjára ló mellett hurcoltattak. Nők erőszakoltattak. Minden vallásos tárgy megszentségtelenítetett, elszóratott, széthányatott, a szent ostya földre szóratott, az oltárok vérrel fertőztettek, s az egész város és főtemplom lángba borítva hamuvá égettetett, mely a keresztjének közt iszonyatos merény, még a késő ivadéknál is gyalázatos szennye, s borzasztó példája lészen az elhanyagolt katonai fegyelemnek. Félek, legfelségesebb császár, hogy az efféle rendkívüli hadjáratok nagy sérelem, és a béke üdvös tábora meggyengül. Ha egy figyeltünk alaposan, remélem figyeltünk, akkor itt is nagyon szép szimbólumokat lehetett látni, felfedezni. Mi az, amit esetleg észrevettek? Igen? Igen. Fa, kettős kereszt? Jól hallottam, igen. Tehát ezek szándékosak, ezek a szimbólumok. És... tehát ez a Veszprém pusztulása annyira szörnyű esemény volt. Most ez a levél arról szólt, hogy a rácok, amikor betörnek a városba, egy védtelen lakosságot találnak. Egyébként a kurucok az életre alatt elhúzzák a csíkot, tehát azért ennyit róluk. Szépen feladják a várost, mentik az írhájukat, és kiszolgáltatták a lakosokat. Ennyit erről. És ott áll egy védtelen lakosság, aki azt hiszi, hogy van menlevele. Hát nem volt. Hiába volt a kezébe, nem volt. És ez a levél, ez a kériféle levél azt írja le, hogy a rácok a gyerekeket sem kímélték, méghozzá annyira nem, hogy érve megsütötték őket. És az anyjukat arra kényszerítették, hogy egyenek a gyerekeikből. És ennek a valóság tartalmát persze vizsgálni kell, de azért tudjuk 1848-49-ből, hogy a rácoktól nem áll távol
ez a fajta kegyetlenkedés. Ez annyira sokkolólag hatott rám, hogy ezt nem is jelenítettük meg az animációban végül, de az egész annyira tragikus volt, hogy én úgy gondoltam, hogy tehát ilyet ember nem csinálhat, amit akkor nekünk meg kellett élni. És ezért jött elő az, hogy azért bepirosodik a katonáknak a szeme, hogy mintha egy démoni világ előtt törne. Tehát valahogy így próbáltam közvetíteni, hogy ez ember, tényleg szó szerint embertelen cselekedet volt. Viszont ha van démoni világ, akkor kell lenni egy angyalvilágnak is, úgyhogy ez nyilvánvaló, és ennek is jelen kell lennie. És meg is jelenik, ugye Széchenyi Pállal. És ki az, akit mindig látunk? Az angyalok, igen, és aki mögötte van? Szűz anya. Szűz Mária egyébként Erdődi Johannára hajaz az arca, Széchenyi Béla feleségére, ez is kicsit szándékos, de valóban Szűz Mária alakja. És itt kell katolikusnak lenni, mert reformátusként ezt nem lehet így összerakni és értelmezni. Egyszerűen nem lehet. Nagyon profán, nagyon evilági, nagyon három dimenzióban mozog a reformáció, míg a katolikus hitvilág, hogy a bevezetőben is volt, ugye a szűzanya engesztelő népe, amely nem csak az élőkből áll, hanem alkotói a holtak, és amíg meg sem születettek. Tehát nem csak a jelen időnkre koncentrál, hanem egy folyamként kezeli. Múlt, jelen, jövő, Szent Háromság, ugye? Tehát ezt egy folyamként kezeli ezt az egész ügyet. És itt is így jelenik meg a szűzanya. Mert meg kell, hogy jelenjen, mert ezt a tragédiát másként nem lehet feloldani. Lehet, hogy egy kicsit szentimentálisnak tűnik. Megkapom ezt is egyébként a kollégától, hogy ez mennyire hiteltelen így, mert ez mese, hát mondom, könyörgöm, ez egy barokk kor. Tehát egy barokk kort mutatok be, egy barokkori főpapot, aki ebben élt, ebben hitt, és nem csak a főpap, hanem az emberek. Tehát akkor most mi történelmietlen? Hogy a saját kontextusomból, a saját nézetrendszeremből, a 21. századi nihilből vizsgálok, és az alapján alkotok egy véleményt, vagy visszahelyezkedem abba a korba, amikben az adott ember élt, és mozgott, és létezett. És azt a filozófiát próbálom meg előhúzni. Én azt mondom, hogy szerintem meg az a történelmi értelem, amikor a saját kontextusunkból indulunk ki, és az alapján ítélünk. Szóval Széchenyi Pálnak az élete sokunk életét átváltoztatta. Én remélem, hogy itt is elszórattatnak azok a magok, és el fognak jönni hozzánk majd Győrbe megnézni ezt a kiállítást, mert sokkal, de sokkal több mindent láthatnak majd. Nagyon izgalmas lett ez a tárlat. A tudományos vizsgálatokat gyönyörű szép fotográfián lehet végigkövetni, illetve a CT adatok alapján egy rendkívül izgalmas új technikának is lehetőséget adtunk, méghozzá 3D-s koponya nyomtatásnak köszönhetően kézbe lehet venni, és tényleg kézbe lehet venni Széchenyi Pál koponyájának a pontos másolatát. A totálisan pontos másolatát, kicsi belső apró csontocskákkal, mindennel együtt. Tehát ebben a kiállításban nincsenek vitrinek, nincsenek korlátok, itt mindent meg lehet fogni, meg lehet tapogatni. Készítettünk egy műmumját, és azért pár képet hoztam, megnyitóról például. Most Széchenyi Krisztiánt láthatjuk itt, táncművészt. Ő nem csak a dokumentumfilmünkben szerepelt, hanem ténylegesen aktív résztvevője a kiállításunknak, illetve az egész történetnek. Saját koreográfiával tisztelte meg az ősét, a Caccini Ave Mariára. Kapcsoljak? Jó lenne? Remélem, jót nyomok meg. Nem? Nem? Na, jó. Szóval Széchenyi Krisztiánnak a bevonása ebbe a kiállításba, amiről beszéltem az előbb, ugye az időn átívelő ilyen fonal,
ami nem csak Széchenyi párról szól, nem csak a mi munkánkról, hanem az ő személyén keresztül rávilágítani arra, hogy például vannak Széchenyiek, élnek. Ez nem egy kihalt család. Nagyon sokan nem tudják, azt hiszik, hogy már meghaltak, nem haltak meg, kb. 200-an vannak egyébként a világban, itt Magyarországon kb. 10-15-en, de vannak, léteznek. És közülük az egyik, Széchenyi Krisztián gróf, ő kimagaslóan tehetséges. Most próbálok itt lépkedni, nem biztos, hogy sikerül, és nem sikerül, jó, akkor egyenként lépünk. Ez a könyvbemutató. De miért nem lehet itt lépkedni rendesen? Mit csináljak, hogy lehessen lépkedni? Ért valaki a számítógéphez? Alul a nyillal? Á, szuper! Jó, rendben. Megvan. Megvan? Na, igen. Megvan most már, igen. Jó, ez is Bécsben készült, azért az ifjú gróf azért látszik, hogy gróf. Tehát a vére nem lett meghazudtolva. És akkor itt egy kiállításnak egy részlete. Elkészítettük Széchenyi Pálnak az első mellszobrait, méghozzá a képzőművészeti iskola, a Győri Képzőművészeti Iskola tanára és három diákja segítségével, ami azért is fontos, mert Veszprém most egy kicsit elkezdett mozgolódni, hogy akkor nekik nem csak ilyen szobor kellene, hanem végre egy köztéri szobor Széchenyi Párról. Idáig eljutottunk 1710 óta, végre talán lesz Széchenyi Párról egy köztéri szobor, ami valóban a koponya nyomtatáson alapuló grafikus arcrekonstrukció és a mögötte látható portré alapján készült. Könyvdedikálás. És hát itt van maga az épület, amiben fönt az egész emeletet megkaptuk, amiben Széchenyi Pál kiállítás van. Most az épület az nem csak egyszerűen egy épület, hanem az is egy Széchenyi épület. Tehát Széchenyi Györgyről most már egy picit volt szó, ő volt Széchenyi Pálnak a nagybátyja, egy rendkívüli embert, Pázmány Péternek nagy csodálója, és komolyan, hogyha nincs Pázmány, nincs Széchenyi György, nincs Széchenyi Pál, vagy Draskovics György, akkor Magyarországon nincs katolicizmus ma. Nincs. El lehet felejteni. Kuka. Tehát már rég köztársaság lennénk, valószínűleg már rég nem is lenne Magyarország. De ezeknek az embereknek köszönhetjük, hogy még egyáltalán létezünk. És ezt az épületet szintén Széchenyi György hozta létre, ez az úgynevezett Magyar Ispita, ami a győri idős polgároknak az otthonává vált. Itt egy ilyen szociális intézetet hozott létre Széchenyi György, ahol ápolták ezeket az időseket, ellátták őket, gyógyellátást kaptak, tehát egy nagyon széleskörű szociális intézetet hozott létre, ami sok évtizeden keresztül működött, és ebben az épületben mind Széchenyi György, mind Széchenyi Pál járt. Tehát amikor bemegyünk ebbe az épületbe, ha kicsit lehunjuk a szemünket, akkor én legalábbis szoktam, érzem a két érseket ott, ezen a helyen. És akkor egy pici kis részletek magáról, a tárlatról is, tehát itt van maga a múzeum, ez a Magyar Ispita. Úgy ismerős volt? Tényleg érdemes eljönni. Ez pedig a fogadás, aminek szintén nagy sikere volt egyébként, mert sikerült elhívni veszprémi püspök, a veszprémi érseket. Itt volt ugye a győri püspök, pálos szerzetesként kezdte a működését Széchenyi Pál. Eljött a pécsi püspök, és az egri érsek is köszönő levelet küldött, mivel Gyöngyösön született Széchenyi Pál, tehát gyöngyösi érsekséghez tartozik. És akkor ez meg maga a társaság, akik akkor összejöttek. Itt van a győri püspök, Pápai Lajos, köszöntőt mondott, a város képviselete, pécsi püspök, a veszprém érsekségről az egyik szónok, ugye a pálos tartományfőnök atya, és hát itt meg Krisztián grófnak a bemutatója, ami hihetetlenül nagy sikert aratott. Krisztián grófnak olyan személyes vonzereje van, hogy valóban az emberek
tényleg odafordulnak, még akkor is, hogyha nem tudják, hogy ő Széchenyi, és amikor bemutatom, hogy ő Széchenyi Krisztián, és tényleg ő egy leszármazott, akkor így megy az elolvadás. Tehát amit Tibor néha emleget, hogy a nagy királyaink, ugye, akik úgy tündökölnek, akik úgy vetítik ki a fényt, akikhez úgy odafordul az ember, és így vonzódik hozzájuk. És Széchenyi Krisztiánnak mondjuk olyan a felépítése, a fizikuma is, hogy a nők nagyon kedvelik, főleg a fiatalabb generációk, de az idősebbek is elképesztően oda tudnak fordulni. De neki megvan az a személyes varázsa, hogy a férfiakat is meg tudja szólítani. Tehát tényleg kimagaslik. És hát azért lássuk be, ez az egyik plakátunk. Nyugodtan, igen, ezek a reakciók szoktak lenni egyébként, amit a hölgy is most mutat. Tehát ő egy Széchenyi. Ő egy Széchenyi. Úgy, ahogy van. És figyelmükbe ajánlom most, milyen hónap van? Július? Július 14-15-16-án a Széchenyi Krisztián gróf tárlatot fog vezetni Győrben. Föl lehet írni ezt a három dátumot, mert ez egy kuriózum lesz tényleg, hogy Széchenyi grófként a saját őséről ő a közönségnek tárlatot fog. Tessék, egész nap akkor ő ott lesz, 10-től este 6-ig, ezen a három napon. Július 14, 15, 16. Kedd-szerda-csütörtök. Csigázzam majd még az érdeklődést, majd be fogok mutatni le fogom vetíteni ezt a kis bemutatóját, amit tartott. Valóban nagyon szép, tehát gyönyörű szépen ki tudta fejezni Széchenyi Pálnak a vívódását, ugye a Habsburg ház és a hazája között. Egészen elképesztő volt ez a kifejező eszköz, és visszatérve a mi karcsörténkre a történészekkel, tehát nagyon sokan lehúrognak minket azért, hogy merünk mi olyan címet adni, nem, kurucpárti, hogy merünk mi olyan címet adni, hogy szerzetes főpap hazafi, miközben a császárhű volt, királyhű volt. Hogy merünk mi olyan címet adni, hogy hazafi? Hát úgy, hogy ő magyar embereket nézte. És a rendi országgyűlésben egyébként nagyon keményen felszólalt a magyar érdekekért. A császárnál, a magyar királynál rendre felszólalt a magyar érdekekért. Meg is utálták őt Bécsben ezért. Szóval Széchenyi Pál nem az a sunnyogós, karrierista ember volt, mint mostanság sokat lehet látni. Keményen, de udvariasan. Mindig elmondta a véleményét, és mindig a magyar érdekeket képviselte. Nem karddal, mint Rákóczi, hanem a szó erejével. És akkor itt egy kis szösszenet, tehát ez a püspök atyát lehet látni, meg egy-két papot, egy kis frankó szemüvegben, ez egy 3D-s részletet is lehet látni. Igen, mert Balog Attilának köszönhetően, aki egy zseniális magyar tudós, idegsebész, kitalált egy olyan technikát, ami 4D anatómiai modellezés, és az emberi testet vették, szkennelték be ezzel a módszerrel, és 3D-ben lehet látni, előhozva 4D-t, tehát a negyedik dimenziót, az időt, ahol le lehet fejteni a szöveteket egészen a csontig, majd vissza. Ez az orvostan hallgatóknak egy hihetetlen nagy segítség, úgyis az anatómiát az orvostan hallgatók azért atlaszokból tanulják, vagy bonctermekből, de bonctermi boncolásokra nem mindenki tud bejárni, meg nincs annyi anyag, mint amennyi orvostan hallgató. Úgyhogy atlaszokból tanulnak, ami két dimenzió, és azért lássuk be, a két dimenzió és a három dimenzió között azért van eltérés, és hát azért jobb lenne, hogyha ezt sokkal jobban, mérehatóbban meg tudnák tanulni, és Attilának a találmánya ezt váltotta ki, ezt a nagy hiányt. Amerikában elképesztően kapkodják ezt a szoftvert,
Nálunk még nem, de hál' Istennek magyar találmány maradt, levédette a miénk, és Attila is itthon van. És ezt a kis bemutatót mi megtarthatjuk a kiállításban, amit most éppen a pápai Lajos püspök atya is nagy örömmel figyel és néz. Az egyik kedvenc képem egyébként. És látható egy műmumja is, ez nem Széchenyi Pálnak a műmumjája, ez egy totál hamis mumja, méghozzá abból az ötletből ezt is meg lehet fogni, meg lehet vizsgálni, meg lehet nézni, hogy ez a hamis mumja miért hamis. Tehát ez abból az ötletből jött, hogy 1896-ban, amikor az első paleoradiológiai felvétel elkészült az egyik egyiptomi mumjáról, az még nem azzal a céllal készült, mint nálunk ezek a vizsgálatok, hogy diagnosztika, meg tudják, hogy mi baja volt, hanem hogy a hamisítványokat ki tudják szűrni. És most mi is ezt csináljuk, mint hogyha a múzeum kapott volna egy mumját, valamilyen igazi mumját, és akkor na, derítsük, hogy ez az igazi mumja most tényleg igazi, vagy nem. És a radiológiai segítségével pikpak le tudtuk buktatni a hamisítónkat. Érdemes eljönni, érdemes megnézni. De nagyon hasonlít, nem egy igazi mumjára. És akkor itt van pedig két Széchenyi beszélget, Széchenyi Jenő gróf ezen az oldalon. Itt lehet látni. Az ő édesapja adta nekem annak idején az engedélyt a vizsgálatokhoz, és hát Széchenyi Krisztián akkor itt házigazdaként szerepelt a kiállításunkban. Ez volt egyébként az első találkozása a két Széchenyinek. Tehát családokat, tehát családtagokat is össze tudunk így hozni. Pedig az édesanyjával. És itt van az a koponya, amiről beszéltem, CT adatok alapján kinyomtatott pontos koponya másolat. Ez meg, hát ez az egyik kedvencem, tehát azért két Széchenyi között, Istenem! Szóval lássuk be, lássuk azért rajta van a vigyor az arcomon. Nem mindennapi. Ezt a felvételt csak azt tudta überelni, amikor egy Hadik gróf és egy Széchenyi között álltam. Na, az most a favorit nálam. És itt pedig a műmumjának az alkotója, Bálint Ibolya. Hát, szóval itt még készült pár ilyen kép, és hát itt megláthattunk pár kis összenetet. Mindjárt lejár az idő, és akkor még bemutatok egy... Igen, és akkor ez meg a múzeumok éjszakáján Széchenyi Krisztián bemutatkozott tárlatvezetőként, az volt az első tárlatvezetése, hihetetlen nagy sikerünk volt. Dugig volt a múzeum, egyébként Győrben elég alacsony a látogatottság általában a múzeumoknak, de ezen az éjszakán tényleg tolongtak az emberek miatta, tényleg el kell mondani, hogy miatta, nem miattam, pedig én is elég dekoratív vagyok, és igyekszem kitenni magamért, de lássuk be, hogy ő hozza most itt az embereket. És akkor én el is indítom azt a kis videót, ami talán felraktam, ez a verkfilm, de nem biztos, hogy felraktam. Megnyitó? Nagyon csak. Talán ez lesz az filmklip. Aha.
és meghalt Pál érsek. Neki szólt, nem baj egyébként. Én nagyon örülök, hogy Christian Grófnak ilyen nagy sikere van, mert tényleg nagyon szeretnénk őt bevonni még jobban a kiállításnak a menetébe, egyfelől, hogy a fiatal generációknak vonzó eszköz, idézőjelesen eszközül szolgáljon, hogy minél többen megismerjék Széchenyi Pál életét. Zárszóként azért elmondanám a Széchenyiek, az egyik ismert jelmondat, ugye a Si Deus pro nobis, quis contra nos, ha Isten velünk, ki ellenünk. Van egy másik jelmondatuk, ez pedig úgy szól, hogy a keresztény magyar nemes Istenéhez, hazájához, királyához hív, hajló, buzgó, engedelmes, jámbor, bátor, igaz szív. Most el lehet mondani, hogy Széchenyi Pál magyar ember volt, igaz ember volt, keresztény ember volt, Isten hívő ember volt, nemes ember volt, a szó legszorosabb értelmében. Tehát ő az a keresztény magyar nemes, ami számomra megtestesíti azt az ideát, amivé majd én is egyszer remélhetőleg eljutok és válni szeretnék. És kívánom azt, hogy mindenki átélje ezt az érzést. Remélhetőleg Győrben, hogyha eljönnek, minél többen eljönnek, akkor ebből egy pici ízelítőt kapnak, és egy pici magot, ami majd kihajt az önök lelkében és szívében is. Köszönöm szépen!